az Aokuba japonika variágáta, tehát a tarkalevelű japán babérsomot látjuk itt a sarokba bent. Egyébként, hogy ha már itt vagyunk, akkor nyugodtan egy picit így nézzünk be, tehát ez igazából egy intézménynek ugye a belső udvara, tehát jól látszik az, hogy egy ilyen védett helyen van, és igazából az Aokuba japonika variágáta, tehát a tarkalevelű japán babérsom pontosan az ilyen helyeket szereti. Látszik, hogy ugye ez már egy idősebb példán, ezt a úgynevezett ilyen gömb alakját, a nagyon szép gömb alakját már régen elvesztette. Nem lehet rosszabb, hanem egy picikét másabb. Tehát látszik, hogy benőtt a rendelkezésére álló terület, és itt a többi növényhez képest kicsit is félárnyékban, de alapvetően egy védett helyen van. A 2014-2015-ös tél ugye nem volt nagyon fagyos, de tulajdonképpen nagyon sok fiatal Aokuba 2015-ös alattomos, koratavaszi, meg középtavaszi hajnali fagyok miatt nagyon soknál visszafagyott, és itt nem. Kérem szépen, ennek az a magyarázat, hogy egy védett helyen van. Tehát ha csak tehetjük, mint a fügét például, akkor az Aokubát is próbáljuk meg picit egy ilyen védett helyre pozícionálni, és hát látjuk, hogy április közepén, amikor még jócskán előfordulnak ugye talajmenti fagyok, meg mindenféle fagyos hajnalok, akkor látjuk, hogy itt például ezen a védett helyen a nagyon szép fiatal zsenge hajtások csodálatosan érintetlenül a fagytól háborítatlanul fejlődnek és nőnek. Hát kérem szépen, a tarkelelő babérsommal így lehet operálni, és látszik, hogy nagyon szépen egy sarokba beültetve, hogyha a fagymentességet tudjuk neki garantálni, akkor lényegében Magyarországon bárhol is van a kertje, sikerrel tudja majd ön is nevelni.